Három tágas helyiség is jut ebben a rovarházban a méheknek, illetve a térségre jellemző másik csaknem 100 féle megporzónak. A sóstói erdő szélén állították fel ezt a hotelt, ami a táplálkozáshoz és a szaporodáshoz is biztonságos helyet teremt számukra. A Barátságban a méhekkel projekt keretében további 5 rovarlakást helyeznek ki a megyeszékhely parkos erdős területein. Mi is ebben a projektnek a keretében 6 darab ilyen mély lakás, vagy rovarházat, rovarlakást fogunk kihelyezni, amely különböző rovaroknak a lakásául szolgálhat. Arra kérek mindenkit, az egyik itt van, ugye kint az egyetem mellett, mögött az erdőben, a Victoria Garden mögötti elég forgalmas részen, hogy bár elég magasan van, de szemből senki ne közelítse meg soha az ilyen rovarlakásokat, mert nem lehet tudni, milyen típusú rovarok vannak benne, lehetnek darazsak, méhek, amelyek tudnak szúrni. Ha valaki érdeklődik, inkább tisztes távolságból, oldalról figyelje ezeknek a mozgását. A Barátságban a méhekkel projekt egy V4-es együttműködés, melynek része volt Nyíregyháza is. A célja az volt, hogy felhívják a figyelmet a megporzók ökológiai fontosságára. A gyerekek például előadások, interaktív bemutatók és rajzpályázatok útján ismerkedtek meg a méhek feladataival. Októberre kezdődött ez a program igazából, ott az általános iskolások között, itt Nyíregyházában 2400-2500 általános iskolás gyermek lett kioktatva, a hozzájuk tartozó tanárokkal, nagyságrendileg egy 90 tanárral. A gyerekek itt rajzpályázattal készültek, egy 350 darab pályamű érkezett be, amelynek az eredményhirdetése megvolt végül, és nagyon szép pályamunkák készültek, és tényleg foglalkoztak a gyerekek a megporzókkal. Mi az Egyesületünk megpróbált végül is iskolákhoz hozzákerülni, hogy ne csak egy elméleti anyagot kapjanak, hanem maga a méhekkel kapcsolatban is bemutató eszközöket, egyebeket vittünk ki hozzájuk, hogy közvetlenül is találkozhassanak a megporzókkal, vagy azoknak az élőhelyével. A Barátságban a méhekkel című projekt ezen a héten zárul. A résztvevő 4 város képviselői Zsesovban értékelik az elért eredményeket, és tárgyalnak az esetleges folytatásról.